Zoroval kapcsolatban azt a megbízást kaptuk, hogy nézzük meg azt, hogy hogyan viselkedik más kutyákkal. Ugye időközben, mióta már itt van, volt egy ivartalanítása is a kutyának. Előtte nagyon szúrta a kutyákat. Hát most egy szukát hoztam be mellé. Megnézzük, hogy egy szukával hogyan viselkedik. Ebben a kennelben ott elég aktív, és ugatja a kutyákat, akik ott elhaladnak előtte. Malibától, gyere már ide, segítsen már egy kicsit, jó? Azért vagy, okos vagy. Mali bátor, okos vagy. Pórászt értelemszerűen fogom a kezem, hogyha valami gáz lenne, akkor be tudok avatkozni. Inkább az van, hogy nagyon gyorsan, nagyon fölpörög a kutya az idegrendszere, és akkor ebből a fölpörgött idegrendszerből a feszült állapotába csapkod oda a másik kutyának. Tehát nem látom benne azért azt az ős dominanciát, azt a mindenkit elpusztítok magam körül. Inkább erre kell majd figyelni a későbbiek folyamán, hogy az idegrendszer, amikor fölpörög és csúcsra jár, akkor kell fokozottan figyelni, hogy ne csináljon valamilyen extrém dolgot egy másik kutyával. Gyere már ide, Mali bátor! Gyere ide! Itt legyél, jó? Szagolgassátok egymást, úgy. Hát állványosan csinálom ezt a felvételt most, mert az kollégái mindenki beteg, meg lesántult, meg majomhímülős, meg nilusi kergelázzal küzdenek, leestek a létráról, eltörött a lábuk, tehát mindenféle ilyen történet van. Gyönyörű vagy, ide pisál a kutya is. Hát, elég kulturálatlan. Mali bátor, úgyhogy most próbálok úgy helyezkedni, azért benne legyek a képbe. Nincs, aki kövesse a kamerával az eseményeket, mert fixen áll. De hát ez van most. Mali bátor, gyere már ide! Okos vagy. Amúgy különben ez a kutya, ez egy nagyon gyorsan tanul. Nézd meg, az én kutyám csap oda neki mindjárt. Tehát nagyon gyorsan tanul a kutya. Kiképzési szempontból jó kis dinamikus kutya. Okos vagy. Úgyhogy azért, hogyha valaki ezt örökbe fogadná, akkor valamilyen jó sportos, gyors mozgású, gyors észjárású gazdához ajánlhatnám ezt a kutyát, mert akkor, hogyha ezzel foglalkozzanak, akkor szerintem ebből a kutyából még akármi is kisülhetne. Mali bátor, gyere már ide egy kicsit. Mali bátornak is mindig dolga van. Okos vagy, itt legyél. Mali bátor, gyere ide, ne menj el. Úgy. Jó, eldobom a pórász, hát hogyha, hát inkább velem játszik ő is. Na nézzük, hogy mi történik. Hát gyakorlatilag én azt mondom, hogy egy cukával ő el lehetne. Kis felügyelette, meg kis tanítgatása, hogy hogyan kell viselkedni a csapatban. Zorokám, gyere erre! Na de most viszont be fogom engedni a kanrutimat is, és megnézzük, hogy egy kankutyával, aki már azért felnőttnek mondható, nagy testű is, domináns is egy kicsit, bár mégis egy nyugodt kutyának mondható, megnézzük, hogy azzal mit fog alkotni. Na, beengedtem a kutyámat, ő egy ivaroskan, és akkor nézzük azt, hogy mit történik, hogyha egy ivaroskannal áll szembe, vagy mellette, vagy oldalt. Ez is ide brunyál. Hát, ezek ilyen kulturálatlanok. Mordá, gyere már ide! Dolgozni kéne. Okos vagy. Okos vagy. Lehet, hogy az ivartanítás is segített ennek a kutyának a viselkedésén. Mert most azt mondom, hogy egészen, na azért ott a nyílt a szája neki már. Hello, 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 hello. Na, szóval a lényeg, hogy az van, amit azért vártunk, hogy a szuka kutyával azzal szerintem jól el lehet őt tartani, viszont a kan kutyánál azért befeszülő, és hát oda-oda csattintott neki. Úgyhogy ezért egy ilyen nagy testű kan kutya mellett azért kicsit feszültebben érzi magát. Úgyhogy de azért nem olyan rettenetes a történet, mert neki is eshetett volna egyből. Tehát alakult ez a kutyának a viselkedése, mióta itt van. De azért, hogyha valaki megpróbálja egy kankutyával összeszoktatni, azért ezt nagyon körültekintően kell végezni, mert azért benne van ez a elhárítom a bizonytalanságot, oda csapok a másiknak. Ugye a szukánál
ilyet nem próbált meg. Úgy gondolom, hogy egy cukával nyugodtan, a kannal meg nagyon odafigyelve kéne ezt a műveletet elvégezni. És hát sokat dolgozni vele, mert ezt az idegrendszert ezt le kell dolgozni, ezt hajtani kell, nyomni kell nek a munkát, tehát hogy ezt a kutyát bezelek egy kenelbe, és akkor ott hagyják hónapokon át punyadni, akkor biztos, hogy visszasüllyed, és lesznek vele problémák, és jönnek majd a nem kívánt viselkedések elő.